cserélgették egymás közt az aláírásgyűjtő íveket egy pártaktivista szerint. Őt magát is megkeresték, hogy hadd fénymásolják le az általa gyűjtött aláírásokat, cserébe ugyanannyit adnak neki is. Három pártot, akik őt megkeresték, meg is nevezett, a Zöldek, a Szili Katalin féle formáció és a Magyarországi Cigánypárt. A Zöldek visszautasítják a vádat. Szili Katalinék akkor reagálnak, ha lesz feljelentés. A Cigánypárt eddig nem reagált. Aláírásgyűjtő ívek alját, tetejét levágták, adott esetben magukat az adatokat, azokat felcsíkozták, hogy még a sorrendet is meg lehessen cserélni könnyen. Ez egy nagyon jól szervezett mechanizmus volt. Az egyik új kispártnak gyűjtött aláírásokat az arcát és nevét nem vállaló férfi. Tapasztalata szerint általános és már-már üzemszerű volt a csalás az ajánlóívekkel. A jelöltállítási időszak második hetében és annak is a végén tapasztaltam visszaéléseket. És egészen konkrétan olyan jellegű visszaélések voltak, hogy pártok egymás között kicserélték az ajánlóíveket, és ezeket az adatokat felhasználták. Ez azt jelenti, hogy valakinek az aláírását az egyik párt ráhamisította a másik párt ajánlóívére? Igen. Kapott-e ön konkrét megkeresést? Kaptam, igen, de természetesen nem éltem vele. Olyan megkeresés volt, érkezett, hogy adott mennyiségű ajánlóívet, mármint annak az adatait lefénymásolva adjuk át, és cserébe kapunk hasonló mennyiségű adatot másik pártól. Három pártról van szó. Ez az MCP, a Zöldek, illetve a KTI. A KTI Szili Katalin pártja. Kerestük őt és az összes megnevezett pártot, de azt mondták, nem akarnak reagálni, ha nincs feljelentés. Korábban ugyanakkor már beszélt Szili. Visszautasítok minden olyan megjegyzést, minden olyan megbélyegzést, ami a bárhova tartozást, vagy pedig a bizniszel vádolást jelenti. A nekünk nyilatkozó férfi egyébként hivatalos fórumon, az EBSZ választási megfigyelő delegációjánál is jelezte a csalásokat. Elhangzottak információk, hogy esetleg melyik ingatlanban történt a Budapesten, Pest megyében a szavazó ajánlólapoknak a cseréje. Nagyon meglepő volt, amikor olyan jelöltek tudtak elindulni kerületekben, illetve olyan pártok állítottak országos listát, akinek az aktivistáival nem nagyon lehetett találkozni. Több párthoz is eljutottak ilyen pletykák, vagy tapasztalták azt, amit nekünk ma az aktivista elmondott. Eddig két ügyben született feljelentés, de mivel egy választó több jelöltet is támogathat, a csalásokat nem lehet valamilyen viszonylag egyszerű eljárással kiszűrni. Benyó Rita, Hír 24.